Népszámlálás. A számláló biztosok az elmúlt egy hónapban több mint 2 millió személyi kérdőívet rögzítettek, és 5 millió címet ellenőriztek. Ingatlan piac. Tavaly több mint 12 000 költöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül, a legtöbben pedig Hajdú-Biharból költöztek a megyébe. 2 arany, 1 bronz. 3 éremmel tért haza Stankovics Anna a kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokságról. Lezárult a 2022. évi népszámlálás második számlálóbiztosi szakasza. A számlálóbiztosok az elmúlt egy hónapban több mint 2 millió személyi kérdőívet rögzítettek, és 5 millió címet ellenőriztek. Ez a Kölcsey Televízió iradója. Köszöntöm Önöket! Azok, akik eddig nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek pótösszeírás keretében, november 28-áig a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. Aki megtagadja a válaszadást, közigazgatási eljárás keretében akár 200 000 forint pénzbírsággal is sújtható. Magyarország lakosságának száma 2022. január 1-én 9.689.000 volt, mondta el Kovács Marcell, a KSH munkatársa, aki szerint hamarosan kiderül, hogy az elmúlt időszakban ez mennyit változott a valóságban. Október 1-én indult el Magyarországon a népszámlálás. Az első körben október 1-e és 19-e között bárki online kitölthette a kérdőíveket, amelyeket a KSH legfrissebb adatai szerint közel 7 millióan meg is tettek. Azokat az ingatlanokat, ahonnan nem érkeztek válaszok, október 20-a és november 20-a között számlálóbiztosok keresték fel. Ők mindenhova mentek, ahol nem találtak otthon senkit, akkor bedobtak egy értesítést a postaládába, ahol leírták, hogy mikor jönnek legközelebb, telefonszámukat megadták, fel lehetett őket hívni, lehetett időpontot egyeztetni, és legalább 3-szor mentek mindenhova, úgyhogy ez kellett ahhoz, hogy sok esetben ugye, hogy találjanak olyan időpontot, ami mindenkinek alkalmas, és akkor el lehetett végezni ezt a körülbelül fél órás feladatot. A számlálóbiztosi időszak lezárása után a KSH adatai alapján már 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be a népszámlálás rendszerébe. Azok, akik sem online, sem a számlálóbiztosok segítségével nem vettek részt a népszámlálásban, november 21-től 28-áig az adott település jegyzőjénél tudnak eleget tenni állampolgári kötelezettségüknek. A pótösszeíráson való részvétel továbbra is ingyenes. És hétfőig van még lehetőség azoknak, akik eddig nem töltöttek ki kérdőívet polgármesteri hivatalba befáradva kitölteni a kérdőíveket. A népszámlálásnak a honlapján, népszámlálás2022.hu honlapon, ott a pótösszeírás menüpontban van egy táblázat egyébként, ahol nyomon lehet követni, hogy az egyes településeken a polgármesteri hivatalok milyen ügyfélfogadási idővel fogadják a népszámlálási kérdőívet kitöltőket a hétvégén is, és mondom egészen jövő hét hétfőig. Kovács Marcell azt mondta, mivel a népszámlálásban való részvétel állampolgári kötelezettség, így annak megtagadása törvénysértésnek minősül, és közigazgatási bírságot vonhat maga után. Ennek összege akár 200 000 forint is lehet. A szakember hozzátette, 10 évente van ilyen léptékű statisztikai felmérés az országban, és a lakosság döntő többsége együttműködő. A szakember szerint a népszámlálás eredményeként létrejövő adatmennyiségből számtalan összefüggés kiolvasható a jövőben a különböző tudományterületek számára, de ezek közül is jelenleg kiemelten fontos a háztartások energetikai körülményeinek megismerése. Több mint 12 000 költöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül, a legtöbben Hajdú-Biharból költöztek a megyébe, az innen távozók pedig elsősorban Budapesten vettek lakást 2021-ben. Ez derült ki az ingatlan.com felméréséből. Változás ugyanakkor, hogy a tavalyi évhez képest az utóbbi hónapokban jelentősen csökkentek az adásvételek. Ez az árakban is érződik, megtorpant az ingatlanok drágulása az ország északkeleti régiójában. Számottevő változások történtek a múlt évben az országon belül a lakáspiac motorját jelentő költözéseket tekintve.
Az ingatlan.com legújabb, hivatalos adatokon alapuló elemzése szerint 2021-ben Pest megye volt a legnépszerűbb. Összesen több mint 62 ezeren költöztek oda bármelyik másik megyéből vagy Budapestről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe csak nem 16 ezeren érkeztek, ezzel párhuzamosan pedig több mint 19 ezeren távoztak. A felmérésből ugyanakkor az látszik, hogy sokkal többen költöznek inkább megyén belül, közel korábbi lakóhelyükhöz. Az emberek több mint 60-70%-a az adott megyén, vagy hogyha Budapestről közül, akkor Budapesten belül keresi az új otthonát. És ha azt nézzük, hogy hányan költöznek településen belülre, mindazok közül, akik lakhelyet változtattak az elmúlt időszakban, akkor is 50% fölötti ez az arány. Ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy viszonylag szűk körben éljük le az életünk nagy részét, és ennek az lehet az oka, hogy ha valaki már megkedvelt egy környéket, ahol felnőtt, akkor azt már ismeri, ott magabiztosabban vált lakhelyet, ráadásul a munkahelyek, az iskolák és az ott esetben a főiskolák, egyetemek közelsége vagy vonzere is meghatározó az új lakhelyek kiválasztása során. Ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző, az az, hogy több mint 12 ezeren költöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül másik településre, és a legtöbb beköltöző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe Hajdú-Bihar megyéből érkezett, és akik meg elköltöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, legtöbben Budapestre távoztak. Sokan választották még tavaly új lakhelyüknek Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyét. A leghűségesebb terület pedig Győr-Moson-Sopron lett. Itt találtak legtöbben új otthonra a megyén belül. Bár ilyen költözési adatok az idei évre tekintve még nincsenek, az már most látszik, hogy kevesebb adásvétel bonyolódik idén a piacon, ezt követve pedig az árnövekedés is mérséklődött. Az az őrületes drágulás, ami az elmúlt 7 évben jellemezte a hazai ingatlan piacot, úgy tűnik, hogy most megtorpant, legalábbis szeptember óta nem nagyon mozdulnak az eladó ingatlanok árai. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagos négyzetméter ár 511 ezer forintot tett ki, és az legjellemzőbb átlagár pedig 42 millió forint volt. Ebben nyilván nagy szerepet játszik a megyeszékhely Nyíregyháza, ahol a legmagasabbak az árak, de a legnagyobb lakóingatlan kínálta rendelkező települések közül kiemelkedik még Mátészalka 309 ezer forintos négyzetméter ára, Kisvárda 284 ezer forintos négyzetméter ára, és Nyírbátor is 243 ezer forintos négyzetméter ára. A szakértő hozzátette, bár a drágulás megtorpant, a kevesebb tranzakciót az okozza, hogy idén több mint duplájára emelkedtek a lakáshitelkamatok. A megnövekedett rezsiköltségek miatt idén elsősorban a lakásfelújítások vannak fókuszban, amit nagy százalékban állami támogatásból finanszíroznak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázatelemzéssel jutott el egy webshophoz, ahol egy nemzetközi cég munkatársaitól kedvezményesen vásárolták fel a cipőket, és ezt értékesítették tovább csaknem 18 millió forintért. Egy neves sportmárka alkalmazottai a cég termékeiből kedvezményesen vásárolhattak. Bolti áron 30%-os, online 44%-os kedvezménnyel vehették meg a termékeket, mennyiségi korlátozás nélkül. A webshopot üzemeltető cég kitalálta, hogy az alkalmazottaktól megveszi ezeket a kedvezményesen vásárolt lábbeliket, így sokkal nagyobb haszonnal tudja továbbadni őket. Ezzel elkerülték az áfa nagy részének befizetését is. A használt termékek eladásakor ugyanis különbözeti áfát kell fizetni, ami sokkal alacsonyabb az általános adókulcsnál. A NAV kockázatelemzést végzett a cégnél, az online számlarendszer és az áfa bevallások összevetése után gyorsan kiderült a turpisság. Az ellenőrzéskor az is kétségessé vált, hogy a társaság önszántából megfizeti az adókülönbözetet, ezért a NAV ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el. Ez hatott, és a cég 18 millió forintnyi követelést fizetett meg az államháztartásnak. Nagyértékű hagyaték került a József András Múzeum gyűjteményébe. Az intézmény egykori igazgatója, Kis Lajos néprajzkutató és veje, Boros Géza festőművész munkásságának több mint 1000 tételt meghaladó anyagát a család egyik leszármazottja adományozta a Nyíregyházi Múzeumnak.
Az első Kossuth díjasok egyike volt 1948-ban Kis Lajos néprajzkutató, aki Hódmezővásárhelyről került Nyíregyházára. Itt évtizedekig vezette a mai Józsa András Múzeumot. Veje Boros Géza, országosan ismert festőművész, a református tanítóképző tanára volt a Szabolcsi megyeszékhelyen. Kettőjük hagyatéka a Józsa Múzeum gyűjteményébe került. A képzőművészeti alkotások, dokumentumok, könyvek eszmei értéke meghaladja a 10 millió forintot. 1666 darabos ez a gyűjtemény. Legnagyobb számban Boros Gézának a majdnem 900 grafikája az, ami ide került, de vannak benne akarellek, vannak benne olajfestmények, nagyon értékesek a vázlatfüzetei, ugyanis az igazgató úrral, Kis Lajossal együtt járták a vidéket, Szabolcsot, Szatmárt, Bereget, néprajzi kutatás folytán, és ő mindig vele tartott, és erről a vidékről számtalan nagyon szép rajza elkészült. Úgyhogy most ez került hozzánk, így válik Kis Lajos hagyatéka teljessé, és hát rendelkeztünk már Boros Géza anyagából festményekkel, de hát most már így válik olyan anyaggá, hogy akár monografikus feldolgozása is lehet ennek az anyagnak. Józsa András után Kis Lajos lett a múzeum igazgatója. A néprajzkutatónak köszönhető, hogy a II. Világháború pusztításából sikerült megmenteni a gyűjtemény anyagait. A II. Világháború alatt feldúlták a Józsa András Múzeum anyagát, a Józsa András Múzeum termeit, akkoriban még a mostani megyeháza hátsó részében kapott helyet a gyűjtemény. Feltúrták, kifosztották, hát gyakorlatilag a porból, hamuból kellett neki az egészet újjáépíteni, ráadásul télvíz idején, fűtés nélkül, és mégis minden nap bejárt, sőt, biztos vagyok benne, hogy Boros Géza is segített ebben, sőt, egy ideig még Ősz Dénes festőművész is segített neki ebben. Tehát gyakorlatilag a nulláról indulva próbálták megmenteni a menthetőt. A kis Boros hagyaték a család egyik leszármazottjától került a Józsa András Múzeum birtokába. Az intézmény egyelőre zárva van, ezért a hagyatékból még nem látható kiállítás. A gyűjteményi munka azonban az épület felújítása alatt is folyamatosan zajlik. A Vidor Fesztivál egyik legsikeresebb vígjátékát, Jerry Mayer Keresztül Kasul című darabját a Rózsavölgyi Szalon művészeinek előadásában láthatta a közönség a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A produkció két művésze, Pokornélia és Király Dániel az idei fesztivál legjobb női és férfi főszereplői díját kapták a zsűritől. Nem tekintem a rejtvényfejtést élet-halál küzdelemnek. De azon ugye tisztában van, hogy a segítséggel oldja meg a kocsukán felszínes győzelmet. Janet és Josh együtt utaznak a San Franciscóból induló gyorsvonaton. Janet pszichoterapeuta, profi rejtvényfejtő. Az ajtók záródása előtt ugrik fel a kocsiba Josh, aki éppen munkanélküli, amatőr rejtvényes. Mindketten a New York Times keresztrejtvényét fejtik útközben. Janet, aki azt gondolja, hogy a keresztrejtvény az élet metaforája, segít Joshnak, és időközben egyre több mindent tudnak meg egymásról. A szokásosan unalmasnak induló utazás érzelmessé és szenvedélyessé válik. Erről szól a két szereplős darab, amely olyan nagy sikert aratott a Vidor Fesztiválon, hogy a Rózsavölgyi Szalon előadására most újra minden jegy elkelt. Pokornélia, aki Janetet játsza, ezúttal még nagyobb izgalommal lépett színpadra Nyíregyházán. Most azért bennem van az, hogy nyilván a nézők, akik ma este érkeznek, azzal a elvárással vagy kíváncsisággal érkeznek, hogy na most megnézzük a nyertes előadást. És ettől sokkal jobban izgulok most érdekes módon, hogy ne az legyen az érzésük, hogy esetleg nem erre számítottak, mert én azt gondolom, hogy hiszek annyira ebben az előadásban magunkban, és abban, hogy annyira szép anyag, és annyira jó ezt játszani, hogy szerintem azért ez a nézőknek is majd átjön. A Josh szerepét alakító Király Dániel úgy gondolja, nagyon közel áll hozzá ez a karakter. Elég testhez álló. Gyakorlatilag én vagyok. Hát nem maga a karakter, de elég sokat merítettem abból, ahogyan én szoktam viselkedni.
ez az állandó viccelődés, ez nekem nagyon ismerős, tehát én magam is, főleg, hogyha szorongok, akkor azzal szoktam oldani a saját és társaim szorongását is, hogy egyfajtában humorizálok valamin, és ennek a karakternek ez egy nagyon meghatározó attribútuma. Pokornilia a legjobb női alakításért járó Colombina díjat, Király Dániel pedig a legjobb férfi alakításért járó Arlecchino díjat október elején vehette át Kirják Roberttől, a Móri Zsigmond Színház igazgatójától és Trokán Pétertől, a zsűri elnökétől. Három éremmel tért haza Stankovics Anna a kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokságról. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője az 50 méteres mellúszásban az első helyen végzett, az 50 méteres gyorsúszás és a 100 méteres mellúszás döntője után pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel Szollár Gergő tanítványa. Az elmúlt hét második felében a már hagyományosnak mondható helyszínen Kaposváron rendezték meg az úszók rövidpályás országos bajnokságát. A versenyen képviseltette magát valamennyi jelentős egyesület, és bár akadtak hiányzók, olimpiai és világbajnok úszók is rajtkőre álltak. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői is ott voltak a mezőnyben. 6 versenyzővel voltunk, 4 leány és 2 férfi versenyzőt vittünk a versenyre. Sajnos betegség miatt cserére is szorultunk a fiúknál, de én úgy gondoltam, hogy jól sikerült a csere. Úgy indultunk neki a versenynek, hogy a lányoknál mindenképpen a tavalyi évet szerettük volna megismételni, ami kicsit nehéz volt, hiszen a Dóri ugye Amerikába készült tovább, és ugye amerikai bajnokságokon indul. Ez jellemző volt azért a mezőnyen, hogy az Amerikába tanuló versenyzők erre a versenyre nem jöttek haza. A többiek viszont nagyon jól szerepeltek, a serdülő és ifikorú versenyzőkkel is ki tudtunk egészülni. A nyíregyháziak 3 éremmel tértek haza Kaposvárról, és mindhárom dobogós helyezés Stankovics Anna nevéhez fűződik. Első nap volt a 100 mell. Megmondom őszintén, az egy kisebb meglepetés volt mind helyezésben, mind időben, hogy sikerült annyit úsznom, amennyit. Nem igazán számítottam erre, úgyhogy annak tényleg nagyon örültem. Második nap volt az 50 gyors. Ott alapvetően mi gondolkoztunk már éremben, hiszen az áprilisi országos bajnokságon, amit Debrecenben rendeztek, ott is már egy bronzérmet sikerült szereznem ebbe a számba, ami alapvetően nekem még egy új terep. Szeretem volna az, hogyha mondjuk egy ezüst sikerül ebbe a számba, erről sajnos 600-addal csúsztam le, illetve ugye utolsó nap jött össze az arany 50 mellen, itt megint csak 500-addal csúsztam le az országos csúcsról, de majd talán jövőre. Mint Anna edzője, Szollár Gergő elmondta, a következő esztendő programját már az olimpiai kvalifikációt szem előtt tartva állítják össze. A cikluszárat még megcsináljuk ebben az évben, utána lesz egy kisebb pihenője januárig, és januártól kezdődően pedig már az olimpiai kvalifikációs ciklusra fogunk készülni. Ugye márciustól kezdődően lehet kvalifikációs időt húzni az olimpiára, úgyhogy annól kezdődően csak az lesz a fókuszban. Nyilvánvalóan még ebben a fél évben szeretnénk lehetőleg gyorsabban megteljesíteni a kvalifikációs időt, de ugye azzal együtt vannak ugye kvalifikációs idők, hogy az első kettőben kell szerepelnie ugye az utolsó, az záró szituációban. Úgyhogy nyilvánvalóan a puskaport szárazon tartjuk majd, és szeretnénk a megszerzett kvalifikációs időt a lehető legjobban meg is védeni. Úgyhogy ebben nyilvánvalóan egy nyári világverseny még szerepelhet, illetve jövő évben meglátjuk, hogy milyen lehetőségünk lesznek. De alapvetően tervezzük azt, hogy a lehető legtöbb verseny indul 50 gyorsan, hogy készüljön ugye az új számában, minél több tapasztalattal tudjon felvérteződni, ami az olimpiára kerül a sor. Ezúttal érem nélkül maradt Barna Bianca, aki egy fárasztó idény végéhez közeledve a junior világbajnokság után kapott némi pihenőt edzőjétől. Ez a 3 hét késődelm is késés pont látszott ezen a versenyen, de én úgy satszoltam, ami teljesen bejött, hogy 200 méter mellett már ismét döntős volt a felnőtt mezőnyben, és 2 tizeddel maradt le a dobogóról. Ő is úgy tudott versenyezni, az délelőtti ideje már egyéni csúcsbeállítás volt, délután el egy 1,5 másodpercet javított, bement 30-as idő alá, ami rövid pályán is már egészen jó időnek számít. A végjátékban egy kicsit maradtunk le, nem vagyok elégedetlen. 100 méter mellett ugye átdöntőzött szintén, 50-en viszont B-döntőt nyerte. A nyíregyháziak közül néhányan december elején még medencébe szállnak Szegeden a rövidpályás utánpótlás bajnokságon. December 17-én és 18-án pedig az Iceman városi úszoda ad otthont a ciklus záró versenynek, amelyre 350 indulót várnak a szervezők.
Már nem Leonidas Gaitanakis, a Fátum Nyíregyháza vezető edzője, a klub kedden szerződést bontott a görög szakemberrel. Az extra ligában 5 forduló után a 7. helyen álló nyíregyháziakat csütörtökön az eddigi másodedző irányítja a Szent Benedek elleni hazai mérkőzésen, amely 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Hírodunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Lezárult a 2022. évi népszámlálás második számlálóbiztosi szakasza. A számlálóbiztosok az elmúlt egy hónapban több mint 2 millió személyi kérdőívet rögzítettek, és 5 millió címet ellenőriztek. Azok, akik eddig nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, pótösszeírás keretében november 28-áig a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. Aki megtagadja a válaszadást, közigazgatási eljárás keretében akár 200 ezer forint pénzbírsággal is sújtható. Több mint 12 ezeren költöztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül, a legtöbben Hajdú-Biharból költöztek a megyébe, az innen távozók pedig elsősorban Budapesten vettek lakást 2021-ben. Ez derült ki az ingatlan.com felméréséből. Változás ugyanakkor, hogy a tavalyi évhez képest az utóbbi hónapokban jelentősen csökkentek az adásvételek, ez az árakban is érződik, megtorpant az ingatlanok drágulása az ország északkeleti régiójában is. 3 éremmel tért haza Stankovics Anna a kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokságról. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője az 50 méteres mellúszásban az első helyen végzett. Az 50 méteres gyorsúszás és a 100 méteres mellúszás döntője után pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel Szollár Gergő tanítványa. Önök november 23-án szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták, csütörtökön este újra várjuk majd önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön keleten erősen felhős vagy borult lesz az ég, a csapadék súlypontja kelet felé helyeződik. Emellett másútt is előfordulhat gyenge eső, zápor. Északkeleten a hegyekben havas eső, hó is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között valószínű.